Elmondanád, hogy mi ez a cég, és mivel foglalkoztok konkrétan? 12 országban vagyunk jelen, Dél-Kelet és Közép-Európában, Magyarországtól Albániáig és Szlovéniától Moldováig. 18 tagszervezetünk van, a szervezeteink azok non-profit, független médiaközpontok, és a mi célunk az az, hogy ezekben az országokban, alapvetően posztkommunista országokban támogassuk a minőségi újságírást, és ennek érdekében különböző képzési programokat szervezünk, csereprogramokat rendezünk, kutatásokat folytatunk, konferenciákon veszünk részt, de a cél az az, hogy a minőségi újságírás és a független médiát támogassuk. Hát alapvetően független forrásokból szerezzük a támogatást a különböző programjainkhoz, tehát ez teljes egészében igaz, hogy függetlenek vagyunk a tagországoknak a kormányaitól, de most például az UNESCO-val dolgozunk együtt egy nagyobb projekten, Európai Uniótól van támogatásunk, a Nyílt Társadalom Intézetétől, illetve van egy belgrádi központú szervezet, ezt úgy hívják, hogy Balkan Trust for Democracy, a demokratikus átalakítást támogatja ez az alapítvány a Balkánon, de ők alapvetően amerikai magánalapítványoktól kapják a támogatást. Most az volt a cél, az volt az elképzelés a 90-es évek elején, hogy ez a kormány és párt irányítás alatt álló közszolgálati televíziózás, ez igazán közszolgálati televíziózává váljon, mint ahogy a BBC működik, vagy ahogy a kanadai közszolgálati televízió működik, ami egyébként egy elég jó példa erre. De sajnos ez az átalakulás nem igazán volt sikeres. Én nem tudok olyan posztkommunista országot mondani, ahol Isten igazából jó közszolgálati televízió vagy rádió lenne. A párt befolyás ez mindig érvényesült, meg a kormány befolyás is. Általában az a jellemző, hogy a közszolgálati média abba az irányba húz, aki éppen hatalmon van. Hát a szólásszabadság esetében az a helyzet, hogy a törvényi környezet az rendkívüli módon megváltozott 90-es években pozitív irányba. Tehát általában azt lehet mondani, hogy minden országnak az alkotmánya garantálja a szólásszabadságot. Általában elég jók például az információszabadság törvények. Ugye ez egy más történet az információszabadság, de az legalább annyira fontos, hogy hozzá lehessen férni szabadon a közérdekű információkhoz. Tehát hiába vannak ott a törvények, nem igazán tartják be őket. Vagy például a kormányok fel jellemző mindent titkosítanak. Akkor hiába van egy jó információszabadság törvény, ha titkosítják az információt, akkor nem tudnak hozzájutni az újságírók ezekhez az információkhoz. A médiaetika, egy másik történet, sajnos nem állunk jól. Ez egy nagy szomorúság számomra, mert én azt gondoltam, hogy sokkal jobban kéne állni. Például nagyon komoly beszély, vagy probléma most az online média megjelenésével a gyűlöletbeszéd az online médiában. És itt nagyon-nagyon fontos az, hogy mi ezt nem a szólásszabadság korlátozásával szeretnénk erre megoldást találni, hanem úgy szeretnénk megoldást találni, hogy a szakma állapodjon meg azokban az alapnormákban, amely alapján ez kikerülhető és elkerülhető. Tehát nekünk ez a célunk, hogy az etika, média etika helyzete javuljon. Uh-huh.